ugyanazzal a lábbal föl fog ugrani a tojófészekén. Ezért soha nem szoktam lerakni a padlóra a fészeket. Zöldség és gyümölcstermesztésről, valamint állattartásról hallgatnak előadást a Nagykanizsai Református Egyházközség közösségi termében. A képzésen a családok átmeneti otthonában dolgozók és más segítő szervezetek munkatársai vesznek részt, akik a megszerzett ismereteket a nehéz helyzetben lévő embereknek adják tovább. Azt vettük észre, hogy igazából az a régi tudás már kikopott, tehát hiába van ott a földterület, hiába van lehetőség, nem tudják hasznosítani az adottságokat, amikkel rendelkeznek ezek a területek, és akkor ezt próbáljuk egy kicsikét úgy formálni az ő szemléletüket, hogy legalább részben tudják akkor ezeket az itt tanultakat kint alkalmazni és hasznosítani. A résztvevők az elméleti képzés mellett gyakorlati tudást is kapnak, valamint kirándulásaik során hagyományos és ökogazdaságokat is felkeresnek. Azt gondolom, hogy első hallás picit furcsának tűnik, hogy micsoda ez az ökogazdálkodás, meg miről is szól, de látva a projekt elemeit, a nagyon-nagyon érdekes dolgokat láthatunk, és hasznos dolgokat tanulhatnak a résztvevők. És aztán én a résztvevők arcán azt látom, hogy örömmel jönnek, lendülettel csinálják végig azokat a programokat, azokat a képzéseket, amik a mindennapok, ugye minden nap valami van. A képzés várhatóan ősszel zárul.